szerencsésebb egybeesése volt ennek a kiállításnak abban a tekintetben, hogy a 30 éves évforduló, aminek a folytatása ebben a megfogalmazásban, hogy 30 éve szabadon ez mai napig is tart, és ez egy folyamat, és annak a más-más szakmáknak, tehát ez esetben a tervező grafikusoknak a bevonásával egy olyan politikai, jellegű tartalmú képzőművészeti anyag jöhetett össze, amely egyrészt bemutatja a kortás magyar művészetnek egy elég széles szeletét, másrészt pedig valóban erre a politikai eseményre, ami mondjuk Európa 45 utáni megosztottságát felszámolta, és egy nagyon jelentős változás hozott hazánkban is, de a kétpolúsú világ megszüntét is jelentette. Olyan kiállítást tudtunk összerakni Passauban, ahol elsősorban ezt a politikai jelentéstartalmat a plakáttervezők hozták a maguk plakátjaival, és ugyanakkor meg a művészek szabad alkotásai, amelyek nem minden esetben kötődtek szorosan, illetve nem minden esetben erre a kiállításra készültek, de mégis ezt az atmoszférát sokan megjelenítették a munkáikkal, ami 1990 előtti időkre volt jellemző. A Passaui Modern Művészetek Múzeumát követően Németországban, Stuttgartban, Berlinben járt, majd Rómába került, és a római kiállítás után érkezett egy megállóra haza, ha úgy tetszik, Budapestre a Vigadóba, és innen Ausztriában megy két helyszínre, folytatja az útját, ki tudja meddig. Ezek szerint a magyar intézeteken, a magyar kulturális központokon túl már más intézmények is érdeklődtek iránta, és befogadják ezt a kiállítást. Későtelen meg lett hirdetve, ha úgy tetszik, a kollégákat felkértük, hogy ha lehet, akkor a témához kötődjenek munkáikkal. Erre is van példa, tehát új munkák is születtek. Nagyjából ugye 30 a 30-40% a kiállítás anyagnak ilyen. Mások pedig azokat a munkáikat hozták el, amelyek ezt a világot, ami a rendszerváltozás előtti szellemi, fizikai világ, számunkra ismerős világ, jól megjelenítették. És emellett nagyon hangsúlyosan a korabeli eseményeket, a korabeli állapotokat, illetve ezt a 30 évvel ezelőtti demonstratív változást, amely berlini fal leomlásával is jelképesen érezékeltethető, a plakát tudták megjeleníteni. A kiállításnak a alkotói közül van egy viszonylag fiatal kolléga, Szabó Menyhért, aki két nagyméretű gumiöntfénnyel, két Fiktív portréval van jelen. Ő nagyon örülök, hogy ezt a két munkát sikerült beválasztani, mert ez önmagában is egy emblematikus ábrázolása annak a fiatal embernek, akinek a gondolkodását, szellemiségét, életét torzíthatta az az egypárti rendszer, ami közel 50 évig volt a keleti blogban jelen és hatalmon, és az ő fiatalságával szemben. Csái Attilának a viszonylag idős mesternek egy nagyon korszerű elektronikus munkái láthatók, aki a lézerfényel és olyan videó-vizuális eszközökkel évtizedek óta dolgozik amerikai kutatóintézetekben járván, amelyek akkoriban még Magyarországon teljesen ismeretlenek voltak. Meghatározó még a kiállítási anyagban az olyan művészek alkotásai, akik ezt a meghurcoltatást, ezt az elzártságot, ezt a korlátozottságot ragyogóan jelenítik meg munkáikkal, például Gál Józsefnek a szobrai, a büsztjei. Néha kegyetlen figurációk, kétségtelen, csak azért, hogyha nekünk nincsenek is olyan emlékeink, a szüleinknek vannak azokból az időkből, amikor azok a korok, vagy azok az évek, igen, csak egyetlenek voltak egy-egy esetben. Az, amit Tui barátunk, plasztikáiban érzékeltethetünk. Lényegében a kelet és a nyugat világának egyfajta non-figuratív összehasonlítása, ami inkább az ázsiai filozófiákban, kultuszokban érhető tetten az ő szobraink keresztül, vagy ide sorolhatjuk a sajátos világát, ami eredeti volt, és különleges Kovács Péternek is az enyészet és az emberi figurációnak a elmúlásnak az ábrázolása sajátos eszközökkel. Ő sajnos még passzauban még velünk lehetett, nem sokára elhunyt, de művei itt vannak most is a, a közös kiállításon. Vagy említhetném még Szurcsik József hasonló tematikájú és atmoszférájú figuráit. Ott is egy, egy ilyen ledermet világ, egy furcsa, kiszolgáltatott viszonyrendszer mutatható fel.